Nem. Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám keddi napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici Palóznak faluból, a Hősök teréről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúkon, úgy gondoltam, hogy ezen a keddi napon leforgatok nektek egy újabb amatőr, vágatlan, sétálós videót, amit konkrétan innen indítok Palóznak faluból, a Hősök teréről. Ugye ez a tér az, ahol én most jelenleg tartózkodom. Ez tulajdonképpen itt Palóznak faluba a Hősök tere. És ezt a sétát én úgy gondoltam, ezt az újabb amatőr vágatlan sétálós időt én úgy gondoltam, hogy innen indítom Palóznak faluból a Hősök teréről. Úgyhogy ha gondoljátok, tartsatok velem ebben az újabb amatőr vágatlan sétálós videóban, velem Fricivel, amit ezúttal itt Palóznak falu területén fogok nektek rögzíteni. De még mielőtt belevágnánk én ebbe az egész videóba, mindenképp meg kell köszönjem annak a 429 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra, köszönöm szépen. Nos, lányok és fiúk, amit látjátok, itt Palóznak faluban és környékén ragyogó napsütés van, igaz, van egy kis gyenge északi, a északnyugati szél, a szélzajé pedig elnézést és bocsánatot kérek tőletek, de ez nyilván bele is hallatszik a videóba, mint ahogy azért is elnézést és bocsánatot kérek tőletek tulajdonképpen, hogy egy kicsit meg vagyok fázva, és ugye a hangom egy kicsit nem egészen az, ami szokott lenni, hogy ezért is elnézést és bocsánatot kérek tőletek, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, és akkor lassacskán bele is vágunk ebbe az amatőr vágatlan sétálós videóba, amit ezúttal a Nokia 216-os nyomkodógombos buta telefonommal rögzítem nektek. Hogy lányok és fiúk, akkor lassacskán bele is vagyok én ebbe az egész videóba, hogy csak gondoljátok, tartsatok velem, Fricivel, ebben az újabb amatőr vágatlan sétálós videóban, amit itt Palóznak falu területén fogok végbevinni. Úgyhogy indul a videó, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ha gondoljátok, tartsatok velem. Úgyhogy jöjjön hát a videó. Hát nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amint látjátok, itt vagyok Palóznak faluba, a Hősök terén, hát ugye ez konkrétan itt tulajdonképpen a Hősök tere itt Palóznak faluba. Hát amit látjátok, igen, hát élénk szél fúj, szerintem ez a zászlón tökéletesen látszik a nemzeti színünkön, a nemzeti lobogónkon, hogy itt Palóznak falu területén konkrétan erős szél fúj. Hát ez itt, ahogy mondottam, ugye tulajdonképpen a Hősök tere. Tehát valójában ezt a videót én csak innen indítom, erről a helyszínről. Az, hogy hol lesz vége ennek az egész videónak, meg ennek az egész történetnek, amit én most itt elkezdek tulajdonképpen itt Palóznak faluba, hát ez majd a későbbi ebbe ki fog derülni, csak tartsatok velem ebben az újabb amatőr vágatlan sétálós videóba, és minden ki fog derülni, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Amúgy abban az irányban, ami ott látható, az az épület, amit éppen most mutatok nektek, ez konkrétan a palóznaki községháza, ami ott látható, az a piros tetős épület, az ott a palóznaki községháza. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, és ahogy mondottam, ezt a videót ezt én csak innen indítom, ettől a helyszíntől, innen Palóznak faluból a Hősök teréről, konkrétan a polgármesteri hivatal elől, vagy amit éppen most videózok nektek épületet, a Nokia 216-os nyomkodógombos buta telefonommal, ez ugye itt a palóznaki polgármesteri hivatal, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez pedig itt ugye tulajdonképpen a Hősök tere, ami így néz ki itt Palóznak faluba, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, itt ugye ilyen van ilyen kis virágültetvény, itt az árvácskák ugye javába virágzanak, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, és ahogy mondottam, ugye lehet is látni szerintem ezen a felvételen, illetve ezen a videón, hogy itt Palóznak faluba tulajdonképpen élénk északias szél fúj, csak nézzétek a nemzeti színű lobogónkat, tehát egyértelműen látszik, hogy fúj a szél, hogy lányok és fiúk, a szélzajé pedig elnézést és bocsátot kérek tőletek, hogy lassacskán el is indulok én ebből az újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videóval,
innen Balozdak faluból, a Hősök teréről. Ha gondoljátok, tartsatok velem picivel, ismét ebben az újabb, amatőr, vágatlan, sétálós videóba. Úgyhogy el is indulunk lassan ebből a sétával, nem is szaporítom tovább a szót, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, jöjjön hát a séta. Amint látjátok, már el is indultam, itt az Ady Endre úton tulajdonképpen, mert ez itt Palódnak faluba konkrétan az Ady Endre út, ahol én éppen most sétálok. Hát erről az Ady Endre útról, amit látjátok, azt lehet tudni, amit éppen láttok, hogy valójában ez egy szilárd burkolatú kis út, szilárd burkolatú kis önkormányzati út, itt Palóznak falu területén ez az Ady Endre utca, amit látjátok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hát és most egy darabon elsétálunk ezen az Ady Endre úton, úgyhogy tartsatok velem, ha gondoljátok, ebben az újabb amatőrvágatlan sétálós videóban velem, Fricivel. Hát szóval ugye, hogy az utóbbi videóimat forgattam, tehát az új koncepció szerint, tehát az új felfogásos videóm az úgy nem tetszett igazából nektek a kommentekből ítélve, hogy amivel azt mondtam, hogy kevesebb lesz a szöveg, és ugye több lesz inkább a séta. Hát valahogy nektek ez a újfajta videós történetem nem jött be, mert elég sokan írtatok kommentet, hogy ugye nem azért iratkoztatok föl az én csatornámra, hogy csak a utcát mutassam, és ne beszéljek közbe. Hát de valaki tepe, pont ez volt a baja, hogy túl sokat beszélek és fölöslegesen, tehát ugye elég megosztó lett ez a történet. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, közben ideérek a Petőfi Sándor utca és a Ady Endre útnak a elágazásába. Azt hallok is tovább itt az Ady Endre úton, de előbb ezt megmutatom nektek, hogy tényleg itt vagyok Palóznak faluban az Ady Endre úton, amint látjátok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És akkor folytatom is tovább én ezt a sétát. Itt Palóznak falu területén, most még egyelőre az Ady Endre úton, de ezen az Ady Endre úton csak egy darabon fogok sétálni, majd később itt nem sokára rá fogok kanyarodni a Hegyalja utcára. Lányok és fiúk, akkor haladok is tovább ebből a sétával. Tehát ott tartottam, hogy nagyon nem tetszett nektek az a dolog, ugye az utóbbi videóimban, amiket ezelőtt forgattam, 6 videót, hogy nem tetszett nektek tulajdonképpen az, hogy ugye valójában nem tetszett nektek az új felfogásba készült videóim, ugye az új felfogás az arról szólt nálam, hogy kevesebb szöveg és inkább a séta. De ez nektek igazániból nem jött be, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, tehát konkrétan írtátok nekem a komment szekcióba az ezt megelőző videóim alá, hogy jobb volt a régi felfogásba készült videóim, mint amiket a utóbbi időkben forgattam az új felfogásban. Hát sajnos ez nem nyerte meg a tetszésetek, így hát vissza kell térjek a régi felfogásomhoz, hogy ugye valójában végigbeszélem az egész videót, csak erre majd megint jönnek majd természetesen a kommentek, hogy sokat beszélek, fölöslegesen beszélek, minek beszélek ennyit, túl tömör vagyok, majd megint fognak jönni ezek a kommentek. Hát most komolyan mondom, lányok és fiúk, már nem tudom eldönteni, hogy mi a jó nektek. Ha egyszer az a bajotok, hogy túl sokat beszélek, másodszor az a bajotok, hogy keveset beszélek, tehát nem is értem. Hát közben ideértem egy útelágazásba, illetve egy útkereszteződésbe tulajdonképpen. Arra tovább folytatódik valójában az Ady Endre út, tehát az arra tovább ott a Ady Endre út, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és ők abba az irányba, de mi most nem arra fogunk menni, mert nem, hanem rá fogok menni a Hegyalja utcára, ami pedig ez. Tehát ez a Hegyalja utca, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, itt Palóznak falu területén, úgyhogy most rátérek erre az útra, és ezen fogunk végsétálni, tehát ezen az útvonalon fogok haladni majd fölfelé. De most előbb megmutatom nektek, hogy honnan is jövök tulajdonképpen, tehát onnan jövök, ez itt ugye a Ady Endre út, ugye ez itt az Ady Endre út, ugye itt jöttem végig tulajdonképpen, és ugye ez a videó, ez konkrétan a Hősök teréről indult, illetve a palóznaki polgármesteri hivatalnak az épülete elől, a Hősök tere elől, és ugye ezen az Ady Endre úton sétáltam idáig, de csak idáig. Innentől kezdve viszont változtatok az útirányon,
tehát a sétát tovább abba az irányba fogom folytatni, tehát haladok arra fölfelé a Hegyalja úton, Hegyalja utcán, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, úgyhogy ha folytatom is tovább én ezt a sétát, közben megmutatom nektek, hogy ez valójában tényleg a Hegyalja út, itt Palóznak falu területén, íme, amint látjátok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, most ezen az úton fogok elsétálni egy darabon, ezen a Hegyalja utcába, amit Palóznak falu területén található. Úgyhogy haladok is tovább én ebből a sétával, lányok és fiúk. Hát igen, ezt a videót konkrétan ugye a Nokia 216-os nyomkodógombos buta telefonommal rögzítem nektek. Úgyhogy ezért elnézést és bocsánatot kérek tőletek a felbontás véget és a minőség véget, de ugye tudjátok, hogy ez a Nokia 216-os nyomkodógombos telefonom csak ilyen minőségű videót tud rögzíteni. Hát most ugye jogos a kérdés, hogy miért ebben forgatom ezt a videót. Hát mert most ehhez van kedvem, lányok és fiúk. Itt tőlem jobbra itt van egy üres plac, van egy üres terület, amint látjátok. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, itt van egy üres terület, a szélzajé pedig elnézést és bocsánatot kérek tőletek, de itt Palóznak falu területén élénk északi a szél fúj, vagy nem is tudom, hogy ez inkább északkeleti, és akkor haladok is tovább én ebből a sétával, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, itt Palóznak falu területén a Hegyalja utcába, úgyhogy haladunk is tovább, ha gondoljátok, tartsatok velem továbbra is, Fricivel ebben az újabb amatőr vágatlan sétálós videóban, amit ezúttal itt Palóznak falu területén rögzítek nektek, úgyhogy tartsatok velem, ha gondoljátok. Hát ugye ezt a videót ugye most megpróbálom nem az új felfogás szerint megalkotni, tehát ez ugye lehet, hogy ez a videó ez olyan lesz, mint a többi, tehát a régebbiek, amikor ugye végdumálom az egész videót elejétől a végéig konkrétan. Tudom, hogy ebből megint bajok lesznek, tudom, hogy majd jönnek megint a kommentek, hogy sokat beszélek, fölöslegesen beszélek, hülyeséget beszélek. Tehát komolyan mondom, lányok és fiúk, egyszer nem tudom eldönteni, hogy most, hogy milyen koncepció szerint videózzak nektek. Mert nektek az se jó, hogyha túl sokat beszélek, de az se jó nektek tulajdonképpen, hogyha kevesebbet szövegelek. Tehát most már egyszerűen, tehát nehéz így igazságot tenni, az az igazság, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, hogy most mely felfogás szerint videózzak, hogy a régi felfogás szerint, vagy az új felfogás szerint, vagy pedig mind a kettő szerint, vagy pedig valahogy mind a kettőt egyszerre megpróbálom összerakni, tehát ez így viszont elég bonyolult lesz akkor. Na a lényeg az, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, hogy jelenleg én most itt vagyok Palóznak falu területén, a Hegyalja úton sétálok, konkrétan haladok fölfelé, neki a Hegyalja út, hát benne van, hogy Hegyalja utca tulajdonképpen, tehát valószínű, hogy ez egy hegynek az alján halad végig. Úgy lányok és ők, akkor haladunk is tovább ebből a sétával, itt Palóznak falu területén a Hegyalja úton. Hát közben időnként süt a nap, aztán elbújik a nap, hát ez igen, hol süt a nap, hol elbújik a nap. Na lányok és ők, akkor itt közben mutatok nektek valamit, van már tőlem balra. Hát ezt mindenképp meg akarom nektek mutatni. Hát ez itt valójából egy vízkifolyás volna, de ide az van írva konkrétan, hogy nem ivóvíz. Tehát, hogyha erre jártok, tehát ha ez a víz esetleg akkor folyna, amikor erre jártok, tehát ne ígyatok belőle, mert oda egyértelműen az van írva, hogy ez nem ivóvíz, ami itt kifolyik, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Tehát ne ígyatok ebből a vízből, hogyha erre jártok, mert ne ígyatok belőle, mert ugye ez nem ivóvíz. Bizony, ez nem ivóvíz, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ami ebből a csőből folyna, de valójában nem folyik most ebből a csőből semmi tulajdonképpen. Úgyhogy haladunk is tovább ebből a sétával, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Na és itt van ugye ez a vízkifolyás, hogy nem tudom mi akar ez lenni, ez itt található Palóznak faluba a Hegyalja úton, és ahogy mondottam, hogyha itt valahol folyni is fog a víz, ebből ti ne ígyatok, mert nem ivóvíz. Hogy haladok is tovább én ebből a sétával, itt Palóznak falu területén, a Hegyalja úton, folytatom tovább a sétámat, lányok és fiúk, úgyhogy mászunk fölfelé a Hegyalja utcába, úgyhogy hát egy ilyen kis út tulajdonképpen, egy ilyen kis keskeny út, amint látjátok,
konkrétan csak egy autó fér el. De amúgy egész jól néz ki ez a kis utca, tehát egész jó állapotban is van tulajdonképpen. Lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim. És akkor haladok is tovább én ebből a sétával, itt Palóznak falu területén, a Hegyalja úton. És hogyha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb amatőr vágatlan sétálós videóba. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy ezen a pénteki napon én ugye már éjszakás műszakba fogok dolgozni. Hogy lányok és fiúk, valójában ugye március 12-e van és péntek konkrétan, amikor is tudnélik, ezen a pénteki napon én majd éjszakás műszakba fogok menni dolgozni, és ugye most 3 napon át majd éjszakára fogok menni dolgozni, ami ugye azt jelenti konkrétan, hogy kedden, szerdán és csütörtökön éjszakás műszakba dolgozok, de én ezen a keddi napon úgy gondoltam, még mielőtt elmegyek éjszakára dolgozni, hogy leforgatom nektek ezt az újabb amatőr vágatlan sétálós videót, amit éppen most láttok, lányok és fiúk, úgyhogy haladok is tovább én ebből a sétával, itt Palóznak falu területén még mindig, és még mindig a Hegyalja úton, és már fogom, már szinte már látom is magam előtt a kommenteket, hogy már megint sokat beszélek, és hogy túl sokszor mondom el azt, amit tulajdonképpen már egyszer elmondtam, igen, ez így van, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, a Szélzai pedig elnézést és bocsánatot kérek tőletek, hogy szélzajos lesz ez a videó, de én már tulajdonképpen megszoktam, hogy én akárhányszor elindulok videózni, azt szinte 1 100 000, hogy fújni fog a szél. Hát ez sajnos ebből a videóval sincsen másként, hát meg konkrétan ezen a keddi napon, ezen a kedd délelőttön, ugye, itt Palóznak falu területén élénk északkeleti szél fúj, amikor is március 12-e van, és kedd van, és ahogy már mondottam ebbe a videóba, én ezen a keddi napon éjszakás műszakba fogok dolgozni, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Közét mutatok nektek egy kis szőlőskertet, ami ugyancsak itt található Palóznak faluban a Hegyalja út mentén. Ott van fönt egy kis présház, fönt van egy kis náttetős présház, amint látjátok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, és itt van egy kis szőlőskert, úgyhogy haladok is tovább én ebből a sétával, itt Palóznak falu területén, még egyelőre, úgyhogy haladunk is tovább. Lányok és fiúk, közben még egyszer megmutatom nektek ezt a kis szőlőskertet, ami szerintem nagyon szép kis szőlőskert, és főleg az a kis ingatlan, ami ott fönt van, ugye, nagyon jó néz ki, valójában egy nagytetős kis ingatlan, egy ilyen présházszerűség, erkélyes, ahogy elnézem, hát nagyon jó néz ki. Úgyhogy lányok és fiúk, akkor haladok is tovább én ebből a sétával, itt Palóznak falu területén a Hegyalja úton, de már nem sokáig, mert nem sokára le fogok térni erre a Hegyalja utcáról, és rá fogok térni egy mi ez? Hampaszk kút közre, úgyhogy lányok és fiúk, majd lassan letérek erről a Hegyalja útról, tehát arra tovább, ugye, amit éppen most mutatok nektek, tehát abban az irányba tovább az a Hegyalja út, tehát arra felé tovább a Hegyalja út vezet. Ugye onnantól kezdve, ugye, dűlő útként halad tovább ez a Hegyalja út, de mi most nem arra megyünk, mert nem arra megyünk, hanem majd erre fogunk menni, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és úgy, tehát erre fölfelé fogok elindulni ezen a közön. De előbb megmutatom nektek, hogy honnan is jövök tulajdonképpen, tehát onnan jövök, onnan lentről jövök, egész idáig följöttem. Ez itt ugye, amit éppen most videózok nektek, ez ugye a Hegyalja út. Lányok és ők, idáig ezen az úton sétáltam, és ugye itt van ez a kis ingatlan, amit már előbb mutattam. Úgyhogy és most rátérek erre a közre. Erre a közre most rátérek, és most ezen el fogok indulni fölfelé, abba az irányba, lányok és fiúk, arra fölfelé elindulok. Úgyhogy haladok is tovább. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, közben megmutatom nektek, hogy milyennek a köznek is tulajdonképpen a neve. Íme. Itt van ennek a köznek ez a neve. Hampaszk kút köz. Ugye, ez itt a Hampaszk kút köz, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ami ugyancsak itt található Palóznak falu területén, és most ezen a közön fogok végigsétálni tulajdonképpen, és megnézem, hogy is néz ki ez a köz. Nem, mintha nem tudnám, mert már volt ez a közhöz szerencsém, mert már jártam itten, konkrétan a tegnapi napon is.
Úgyhogy haladok is tovább ebből a sétával, lányok és fiúk, erre fölfelé. Megyünk neki a hegynek, az emelkedőnek. Hát, amint látjátok, itt még mindig szilárd burkolatú a kis út, tehát ez a kis köz itt még mindig szilárd burkolatú, de a kis közek az elején lehetett látni tulajdonképpen, hogy ez egy zsákutca, de csak autósoknak zsákutca, mert gyalogszerrel végig lehet haladni ezen a közön egészen a Mandula utcáig, csak ugye ennek a köznek a végén majd látni fogjátok, hogy lesz egy lépcső, majd amikor odaérek, tehát lesz ennek a köznek a végén egy lépcső, amin föl lehet lépcsőzni a Mandula utcára, tehát ez csak az autósoknak zsákutca tulajdonképpen, mert csak az autósoknak zsákutca, de gyalogosan nem zsákutca, mert nem, hanem ugye ennek a köznek a végén lesz majd egy lépcső, és azon föl lehet lépcsőzni egészen a Mandula útig, illetve a Mandula utcáig, ami ugyancsak itt Palóznak falu területén található. Lányok és fiúk, akkor haladok is tovább én ebből a sétával, itt Palóznak falu területén, ezen a közön, aminek most meg nem mondom, hogy mi a neve, mert elég bonyolult, hogy ezt most bocs, hogy nem mondom el. Lányok és fiúk, akkor itt mászunk fölfelé, tovább, haladván. Lányok és fiúk, közben ide érek egy kúthoz. Itt van egy kút, itt van egy elzárt terület, íme lányok és fiúk, itt van egy Dél-Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, a Dél-Dunántúli Regionális Vízmű ZRT védterülete ez itt tulajdonképpen, ezen a kapun túl, tehát belépni ide nem lehet, ezt meg is mutatom nektek közelről ezt a táblát, íme, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amint látjátok, ide nem lehet belépni, ugye, ez egy zárt kapu tulajdonképpen, oda ott van, ott egyértelműen le van írva minden. Lányok és fiúk, akkor haladok is tovább ebben a sétával, és csak ugye meg akartam nektek mutatni ezt a történetet itten, tulajdonképpen. Lányok és fiúk, meg van itt még valami, amit meg akarok nektek mutatni, még hozzá, ott bemegyek onnan a kis közön, és mutatok nektek valamit, mindjárt meg is mutatom nektek, csak bejövök ide ebbe a kis közbe, így ide bejövök, lányok és fiúk, itt bemászunk, hát itt mutatok nektek valamit tulajdonképpen, itt fogok nektek most mutatni valamit, ami ugyancsak itt található, Palóznak falu területén konkrétan, lányok és fiúk, hát ugye itt egy kerítés van, tehát innen tovább nem kell menni sehová, de nem is ez a lényeg, hanem ez, amit most mutatni akarok, íme lányok és fiúk. Amint látjátok, itt Palóznak falu területén van ez a vízkifolyás, ami látható. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, de amúgy azt el kell mondjam nektek, hogy ez ivóvíz, úgyhogy ez szinte 100% biztos, hogy ivóvíz, ez 1 000 000% biztos, hogy ebből a vízből lehet inni, csak ezt akartam nektek mindenképp megmutatni, hogy itt van egy ilyen, valójában ez egy forrás akar lenni, vagy pedig a kútnak a túlfolyója, mert valószínű, hogy ez egy pozitív kútnak a túlfolyója akar lenni, vagy előbb mutattam nektek azt a területet, tehát mutattam nektek azt a bejáratot, azt a kaput, amin elolvashattátok azt a táblát, és nyilvánvaló, hogy ez a víz, ami itt folyik, amit most éppen itt láttok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez valószínű, hogy ezekből a kutakból jön ez a víz, így hát ez több, mint valószínű, szinte 1 000 000% biztos, hogy ez ivóvíz tulajdonképpen, tehát ebből a vízből bárki ihat, aki erre jár konkrétan, és szerintem hideg vízről beszélünk, de belenyúlok. Igen, tehát igen, hideg a víz, egyértelműen hideg víz, tehát egyértelműen hideg. Tehát egyértelműen hideg, lányok és fiúk, ez a víz itten, és ezt akartam nektek mindenképp megmutatni, hogy ez itt található tulajdonképpen Palóznak falu területén ez a két cső, mert valójában ez két cső, amiből folyik a víz kifelé. Ez szerintem a kutaknak a túlfolyója, mert valószínű, hogy pozitív kútról beszélünk, tehát ami ott van benne a kerítésen belül, azok pozitív kutak lehetnek, és ez a két cső, ez a két víz kifolyás, tehát ott az egyik, ott a másik, és ez valószínű, hogy a kutaknak a túlfolyója. Hát lányok és fiúk, akkor haladunk is vissza kifelé innen, csak ezt akartam nektek mindenképp megmutatni, hogyha erre jártok, hogy erről tudjatok,
hogy itt van egy víznyerőhely, vízlelőhely, illetve vízlelőhely, ezt akartam mondani, nem víznyerőhelyet, hanem vízlelőhelyet. Hát valójában ez a két kis vízkifolyás, ugye, ez a kút, szerintem a kútnak a túlfolyója konkrétan, méghozzá annak a kútnak a túlfolyója, aminek itt ugye mutattam a bejáratát, tehát ez a, innen jöhet ez a víz, tehát innen bentről jön ez a víz, több mint valószínű, tehát innen, tehát valószínű, hogy innen jön ez a víz. Így hát egyértelműen szerintem iható az a víz, amit ott bent előbb mutattam nektek, mert ugye, amint látjátok, Dél-Dunántúli regionális vízmű védterülete ez itten, ugye, ami azt jelenti, hogy a víznyerő területének biztonsága hosszú távú megőrzés érdekében engedély hatájában a belépés szigorúan tilos. Hát lányok és fiúk, tehát ide nem tud belépni senki, csak engedéllyel, de ahogy mutattam azt a két vízkifolyást, az valószínű, hogy innen jön ki, így hát az szinte 1 millió % biztos, hogy tulajdonképpen ivóvízről beszélünk, lányok és fiúk, és amúgy onnan jövök, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, tehát onnan jövök, ugye, itt van ez a köz, itt van befelé ez a köz, itt van befelé ez a köz, ahol előbb bementem ugye a vízkifolyáshoz, tehát ugye van itt ez a tűzcsap, tehát van itt a tűzcsap, és a tűzcsaptól itt balra van ez a kis köz tulajdonképpen, és ezen a kis közön keresztül lehet megközelíteni a vízkifolyást, illetve a forrást. És lányok és fiúk, akkor haladok is tovább lassan én ebből a sétával, arra fölfelé folytatom tovább a sétámat, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, úgyhogy haladunk is tovább. Hát lányok és fiúk, akkor mászunk itt tovább fölfelé. Hát közben itt lassan, de biztosan ugye a kocsival innen ez az út lassan már nem lesz járható tovább. Hát itt még egy darabon föl lehet menni autóval, de utána nem lehet. Mert konkrétan ennek a köznek a végén majd nem sokára látni fogjátok, hogy tulajdonképpen egy lépcső van. Tehát ami ugye azt jelenti, ugye már elmondtam nem is olyan túl régen ebbe a videóba, hogy valójában ez a köz csak az autósoknak zsákutca, de gyalogszerrel. El lehet ezen az úton jutni, egészen a Mandula útig, mert konkrétan ugye majd nem sokára látható is lesz, itt a köznek a végén, hogy van egy lépcső tulajdonképpen, lányok és fiúk, amin föl lehet lépcsőzni a Mandula utcába, illetve a Mandula útra. Akkor haladunk is tovább ebből a sétával, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ami nem sokára lezárom én ezt a videót, és majd lassan, de biztosan megköszönöm a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok, mert túl hosszúra nem akarom elnyújtani ezt a videót konkrétan, lányok és fiúk. A Szélzai pedig elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Na, íme, itt van, amiről beszéltem. Tehát autóval idáig lehet eljutni, tehát autóval csak idáig lehet eljutni, tehát idáig lehet eljutni autóval, és ugye ahogy mondottam, ugye ennek a köznek az elején tulajdonképpen gyalogszerrel ugye ezen a lépcsőn, ami itt látható, ez a lépcső, tehát ugye ez itt egy lépcső konkrétan, ezen föl lehet egészen lépcsőzni a Mandula útra, amúgy a Mandula út az már ott van fönt, tehát ott ahol van az a villanyoszlop, az már tulajdonképpen a Mandula út, és ugye itt ide autóval csak ugye eddig lehet eljutni, tehát innen tovább nem lehet autóval menni, mert ugye itt vége van konkrétan az autóval való haladásnak, és ott ahol elhatt az a fehér autó, az már tulajdonképpen a Mandula utca, de viszont gyalogszerrel ugye, tehát gyalogosan, ugye nem zsákutca ez tulajdonképpen, amint látjátok, ugye itt van ez a lépcső, amit éppen most mutatok nektek, ezen a lépcsőn konkrétan föl lehet lépcsőzni a Mandula útra, és a Mandula út pedig már az, ahol van az a villanyoszlop, az már a Mandula útnak a túloldalán van. Lányok és ők, akkor lassacskán meg is köszönném a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok. Természetesen ezt a videót is lehet lájkolni, diszlájkolni, illetve lehet írni kommentet a komment szekcióba. És akkor jöjjön a elköszönés, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, nagyon szépen köszönöm, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok.
Ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videó volt tőlem Fricitől, ahogy már tulajdonképpen megszokhattátok. Ha gondoljátok, lájkoljátok ezt a videót, vagy diszlájkoljátok, írjatok kommentet a komment szekcióba, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Mondjátok meg, írjátok le a véleményeteket, hogy mi a véleményetek erről a videóról, a csatornámról, meg úgy általában mindenről megírhassátok a véleményeteket, akár még rólam is, de csak normális határokon belül, tehát trollkodásban ne menjen át a dolog. Úgyhogy lányok és fiúk, akkor ez a videó ez ennyi lett volna. Lassacskán meg is köszönném a figyelmeteket, hogy ebben a videóban is velem tartottatok, ebben az újabb amatőr vágatlan sétálós videóba. De még mielőtt elköszönnék, mindenképp meg kell köszönjem annak a 429 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Köszönöm szépen. Igen, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, 429-en fő vagytok iratkozva az én kis YouTube csatornámra, amit én tulajdonképpen nagyon szépen köszönök nektek. Lányok és fiúk, akkor lassacskán nem is marad más dolgom, mint hogy elköszönjek tőletek, hogy megköszönjem a figyelmeteket, hogy ebben a videóban is velem tartottatok, ebben az újabb amatőr vágatlan sétálós videóban. Lányok és fiúk, köszönöm szépen a figyelmet, a viszont látásra, a viszont hallásra. Üdvözlettel, Frici, Palódnak faluból. Sziasztok! Hello!